darab gömbszivarfa plusz trágya, és akkor hozunk mondjuk egy ilyen 6 négyzetméterre fél árnyék évelőt, és akkor hozunk fadarálékot, jó? Ezt kivágják, visszavágják a kékszakát, visszavágják a hibiszkuszt, kicsit megnyírják a tiszafát, igen. Mögötte ezeket egy kicsit megigazítják, hát radikálisan így meg lehet ezeket nyírni. Kiessük szépen a növénynek az ültetőgödröt. Kiszedjük a növényt a konténerből, hogyha itt esetleg túlságosan begyökeresedett, akkor nyugodtan így le lehet szedni róla ültetőkannállal. Nagyon szépen kijön, így megfújjuk a növényünket, beillesszük, és arra vigyázzunk, hogy ne ássuk el, és ugyanakkor túl magasra se ültessük, tehát pontosan olyan magasan legyen, ahogy eddig volt, jó? Mi egy olyan környéken vagyunk, ahol a családi házasövezet és a lakótelep találkozik. Ültetgettünk spontán módon is növényeket, és így gondoltunk arra, hogy szeretnénk részt venni ebben a programban, és úgy gondoljuk, hogy ezzel továbbfejlődik a környezetünk is, és a kertünk is. És nagyon remélem, hogy példát mutatunk a környezetünknek. Nagyon fontos számunkra a zöld környezet. Mi is nagyon sokat tettünk szerintem azért, hogy itt a környéken is és előttünk is szépen nézzen ki az utcarész. Sokat szoktunk ültetni a saját kertünkben is és kint is, és ezért mindenképpen fontos számunkra, hogy kultúrált európai legyen előttünk az előkert. Szeretném megköszönni a részvételüket a programban. Szeretném azt, hogy ez csak egy első lépés legyen, és akkor itt menjünk tovább, jó? Tehát, hogy igazából itt mi még tudunk hozni további növényeket majd a következő években, jó. Meg ilyen faháncsot, mindent. Azt szeretném kérni, hogy akkor ugyanígy tartsák rendbe. Látom, itt elég nagy változások történtek, mert visszavágták ezt a májvát, igen, ezt a tujákat. És kaptak ugye itt egy ilyen nagyon szép gömbfát, egy ilyen gömbszivarfát. A szerszámokat a Fiskász biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Az utcafront építéshez szükséges díszköveket és kiegészítőket a Dekostones biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.